A Magyarkanizsai Városháza udvari épületében működik az önkormányzati alapítású Dispatcher Kft. A kertészmérnöki és környezetvédelmi szakmérnöki oklevéllel is rendelkező Oromi Nyilas Leonov Anita, a Magyar Összefogás jelöltje, ügyvezetőként dolgozik itt. 8 éve került az önkormányzathoz, ahol előbb a községi tanács környezetvédelemmel, majd művelődéssel is megbízott tagja volt. Nem csak a KFT-ben lévő munkák tartoznak a munkakörömhöz, hanem úgy, mint VMS funkcionáriusnak, a községi VMS iroda koordinátoraként is dolgozom, és ebbe beletartozik a konzulátussal való kapcsolattartás és a nyílt konzuli fogadónapok szervezése. Nyilas Leonov Anita mindig is szívügyének tartotta a magyar hagyományok ápolását. Arra, hogy hogyan lehet sikeresen összekapcsolni a hagyományápolást az oktatással, lakóhelyének példáját hozza fel. Az Oromi Zengő Tájház Kézműves Egyesület évek óta együtt dolgozik az oromi, oromhegyes és a környékbeli iskolákkal. Sőt, ebben az általános iskolában a hagyományápolás, mint választható tantárgy is, 1-től 4 osztályig választható, és élnek is a szülők vele. Megítélése szerint a Magyar Nemzeti Tanács munkáját elsősorban a művelődés és az oktatás terén tudná segíteni. Magyarkanizsa községben több mint 50 fiatal kapja az MNT ösztöndíját. Egyértelműen igazolódott, hogy a Nemzeti Tanács ösztöndíjára nagyon nagy szükség van. Nagyon sok család csak így tudja a gyermekeit tovább tanítatni, és akik Újvidék felé orientálódtak, minden család várva várja az Európa Kollégium teljes befejezését, hogy gyerekeik beköltözhessenek. Nyilas Leonov Anita naponta ingázik Orom és Magyarkanizsa között. Otthon gazdálkodó férje és 13 éves kislánya Sárika várja.